Jelzésértékű a szekszárdi háromdimenziós íjászvilágbajnokság nagyon sikeres megrendezésére, hogy a szakákban meghatározó osztrák-német-olasz versenyzők, de úgy általában a résztvevő 12 külföldi ország íjászai nagy-nagy elégedettségüknek adtak hangot a rendezéssel, az ő kiszolgálásukkal kapcsolatosan. Sötét völgy már önmagában is vonzó volt, de az ott épített 4 pálya, illetve célállomás a maga változatosságában, szakszerűségében és nehézségi fokát tekintve tényleg világszínvonalú volt. És ez a pályaépítő két szekszárdi egyesületet, a Tolnai Tájak Íjász Egyesületet és az Aliszka Nyilait dicséri. Nem is szeretnék hasonlítgatni más országokhoz, de az biztos, hogy ilyen pályákkal ebben a világszervezetben nem találkoztak még, hiszen egy bázisról tudott a 4 pálya indulni, gyalogosan 10 percen belül elérhető volt mindegyik, ami egy nagyon nagy erőssége a Sötétföldnek. Világ és Európa bajnokság is volt egyben a szekszárdi verseny. Igaz, ezúttal minden bizonnyal a vírushelyzet okozta utazási nehézségek miatt, ezúttal más kontinensekről nem érkeztek íjászok. Európából érkezett az összes versenyző 12 országból, de a legnagyobb, legerősebb mezőny a magyar csapat volt, hiszen előnyben voltak. Az ausztrál teljes csapat lemondta a versenyt kb. 2 héttel a rendezvény előtt, hiszen nem kaptak oltást, és mondták, hogy szeptember előtt nem is fogják tudni megkapni. A svédek így van, 64-en jöttek volna, most talán 4-en tudtak jönni a rendezvényre, ugyanebből az okból kifolyólag. Az olasz csapat viszont ennél szerencsésebb volt, hiszen a rendezvény előtt egy héttel benevezték a nemzeti válogatottjukat, és nagyon szép eredményeket értek ők is el. Mamut világbajnokságot rendeznek már egy jó ideje a háromdimenziós szakákban, amelyben egyébként is a csigástól a berbonát, a vadászra fekszik, vagy a tradicionális íjat is említhetnénk, jó néhány kategóriában zajlanak a küzdelmek, ráadásul a kölyöktől a veteránokig felelhető valamennyi korosztályban rendeznek versenyeket. Így több mint 70 csak világbajnok és Európa-bajnoki aranyérem talált gazdára az 5 nap során, a versenysorozat végkifejleteként a szekszárdi futballstadionban rendezett 6-os egyéni és csapatdöntők során a különböző korosztályokban. Ebből a legtöbb a több mint 200 versenyzővel jelenlévő magyar íjászoknak jutott, de nem csupán a nagy számok törvénye miatt volt ez így. Az előző években, amíg én is versenyeztem, mindig magyarok voltak a legerősebb mezőny, az osztrákokkal, szlovákokkal, Dél-Afrikával, tehát ezek a csapatok, olaszok is elég erősek, de a magyarok azért ott szoktak mindig a topban szerepelni, tehát dobogós helyezéseket szoktak elérni. Az osztrákok, a magyarok, az olaszok és a szlovák íjászok legjobbjai domináltak az íjászok által is legértékesebbnek tartott kategóriákban. A magyar győzelmekhez, az éremesőhöz hozzájárultak a Tolna megyei egyesületek versenyzői is.